Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Soha nem csináltam még ilyen videót, és nem is hittem, hogy fogok, viszont annyira sokan írjátok, hogy csináljak valamilyen körmös videót. Arra gondoltam, hogy próbáljuk ki, csinálok egy körmös videót, főleg azért, mert már nem sokáig lesz körmöm, ugyanis február 1-től, ami egy szombati nap, minden második héten kozmetikázni fogok megint, úgyhogy szeretném, hogyha tudnátok, most meg is nézem. A következő 2 hónapban az időpontok így fognak kinézni: február 1, február 15, február 29, március 7 és március 21. Tehát ha bárki szeretne jönni kozmetikázni, akkor itt ezen az e-mail címen vagy az infoboxban is megtaláljátok, lehet bejelentkezni. De kezdjük el szerintem, mert alapvetően se kevés idő, míg magamnak megcsinálom a körmeimet, ugyanis jobb kézzel egész jó vagyok, bal kézzel igyekszem, és soha nem csináltam még úgy a körmömet, hogy közben beszéltem volna, mármint hogy próbáltam volna magyarázni, és még mielőtt elkezdenénk, fontosnak tartom kiemelni, hogy igen, van körmös végzettségem, de nem gyakorolom ezt a szakmát, főleg azóta, amióta kozmetikus vagyok, és nem is lehet körmöm. Úgyhogy a trendekkel egyáltalán nem vagyok képbe. Az, hogy most mit fogunk csinálni, még fogalmam sincs, de kezdem megunni, és kezd egészen lenőni is, nagyon gyorsan nő a körmöm és a hajam is, úgyhogy az első lépés. Szerintem egészen sokan láttátok már a körmöm, de jelenleg így az utolsó pillanatban így néz ki, és az első lépés az lesz, hogy a köveket leaplikálom róla, és le fogom csiszolni mind a két kezemet. A bal kezemen most porcelán van, a jobbon pedig zselé. Szóval a helyzet az, hogy az eredeti körmömet, amit még azt hiszem, hogy a vlogmas alatt csináltam, az zselével csináltam meg, mert ide, Budapestre nem hoztam magammal porcelánt, és amikor otthon voltam vásárhelyen, akkor felhoztam magammal a porcelánokat, és a bal kezemet újra csináltam, és azt már porcelánnal csináltam meg. Sokkal jobban szeretek porcelánozni, úgyhogy most is azt fogok csinálni. Nem tudom, hogy fogom felvenni, de kezdjük el, mert hosszú lesz. Abba biztos vagyok. Tehát, egy valami. Ezt a körmömet letörtem. Ez zselé volt, és sikerült belecsapnom valamibe, és lepottyant, úgyhogy jelenleg így néz ki, és remélem, hogy jó lesz ez a beállítás. Örülök, hogy nem láttátok a szenvedést, amit leműveltem. És akkor az első lépés az lesz, hogy a nagy köveket igazából megpróbálom lepattintani. Az lenne a legjobb, hogyha ezek viszonylag önállóan lejönnének. Viszont mindent porcelánnal tettem fel, és stabilak, nem kicsit. Egy követ nem hagytam el azóta, hogy újra csináltam porcelánnal, és igazából porcelánnal ragasztottam fel mindent, úgyhogy hát most megpróbálok leszedni szépen sorba mindent. Ez a két kő nagyon fixen van rajta, meg az az egy, úgyhogy azt majd csiszolással le fogom szedni, és még abban sem vagyok biztos, hogy ezt a formát megtartom, ami most van, bár ennek a formája, remélem amúgy fókuszban van, de ennek a formája nagyon-nagyon tetszik. De most az fog következni, hogy lecsiszolom. Körülbelül így néznek ki, hogyha tölteném, de arra a döntésre jutottam, hogy teljesen újra fogom csinálni, és akkor, ha már megcsinálom ezt a videót, akkor látjátok, hogy hogy történik az egész menet. Úgyhogy most le fogok mindent szedni, és hogyha azzal kész vagyok, akkor onnan folytatjuk. Oldalról jön a fény, és telefonnal veszem fel, de azután, amilyen nehezen összepakoltam, azt ott le nem fogom onnan menni, az biztos. Készen vannak a körmeim, a másik kezemen is készen van. Ja igen, tudom, annyit szerettem volna elmondani, hogy ugye néztem ezeket a videókat, az amerikai csajok azt csinálják most, az a divat kint, hogy elutaznak New Yorkba, és
Cardi B-nek a körmösével csináltatják meg a körmüket. És láttam, hogy a nő nem építi a körmöt, hanem tippet rak fel. És elgondolkoztam rajta, hogy És az az igazság, hogy ha valaki nem jártas vagy gyakorlott a sablonnak a felrakásába, kivágásába, méretre szabására, akkor az azért egy jó idő. Tehát, hogy sok idő megcsinálni, és arra gondoltam, hogy kipróbálom, hogy milyen lehet így, mert miért ne? Nekem sincs benne a kezembe a mozdulat egyáltalán, tehát meg tudom csinálni, csak mondjuk dupla annyi idő, mint annak, aki nap mint nap többször ezt csinálja. Úgyhogy kész a körmöm, itt vannak a tippek, viszont abból a fajtából, amiből szeretném felrakni, nincsen minden méret. Úgyhogy nem tudom még, hogy hogy fogom megoldani, de összevariálom őket, és kapcsolok a másik kamerára, és akkor ti is látjátok. Szóval, itt vannak kipakolgatva a tippek, és ide kiválogattam már párat. Szembesültem azzal a problémával, hogy ez a fajta tipp, amit szerettem volna használni, eléggé hiányos, tehát pont azok a méretek nincsenek, amik nekem kellenének. Erre a két ujjamra találtam csak jó méretet. Ide már elkezdtem kiválogatni, úgyhogy tartsatok velem és válogassuk ki a többi ujjamra is a jó méreteket. Összegyűjtöttem az összes tippet, és egy kicsit közelebb hoztalak titeket. Erre az ujjamra a tippet már felragasztottam. Teszek ide a tipnek a belsejébe annyi ragasztót, hogy ne legyen túl sok, de elég legyen. Kezemet egyébként megmostam, ráillesztem a tippet, úgy, hogy levegőmentesen felragadjon, és nyomom, ugyanis a műköröm ragasztó nyomás hatására köt meg. Nem szeretem ezt a tippet! Megpróbálom nem elferdíteni menet közben. Ugyanúgy fogjuk egyébként csinálni, mint sminknél is. Az egyik oldalt látjátok, a másik oldalt nem. Azért raktam így a kezem, hogy lássátok, és így takarom ki a legjobban. Újtam úgy a mutató ujjam felett, van egy vágás, és azt akkor szereztem a harci sebet, amikor raktuk össze a gardróbomat, ami nem mellesleg csoda szép lett. És hogyha nem láttátok a live-ot, akkor menjetek a csatornámra, és csekkoljátok le, mert tök izgi volt. Megvan a körmöm hossza, és a következő lépés az lesz, hogy itt, ahogy a tip találkozik ugye a saját körmömmel, össze kell reszelni, amit lehet csiszológéppel is csinálni, vagy lehet sima reszelővel. Én szeretem reszelővel csinálni, de igazából mindegy, csak ugye vigyázni kell a saját körömre. Úgyhogy ezt gyorsan megcsinálom. Szóval azt nem mondhatjátok, hogy nem próbálkozok, mert de nagyon, nagyon erősen próbálkozok, hogy olyan videót csináljak, ami tetszik. Szóval ez egy 100-as reszelő, és igazából csak elkezdem reszelni a tipnek a szélét, minél jobban elvékonyítsam, egészen addig, míg egy síkba nem olvad a saját körmömmel. Elérkezett a következő lépés, amikor le kell vágni a hosszát, és ki kell találni, hogy mit is szeretnék igazából. Úgyhogy itt van nálam egy olló, és talán ezen fogom kitalálni, hogy mi is az, amit valójában szeretnék. Mondjuk először így. És szerintem ezzel egyébként így meg is vagyunk hosszilag. Úgyhogy próbálom ezt tartani a többin is. És akkor találjuk ki, hogy mi lesz a forma. Van itt egy nagyon cuki kis törölköző velem, és megpróbálom ide rakni a kezem, hát ha jobban látjátok. Szóval, kameraváltás történt, és tudom, hogy itt hangbeli különbségek is lesznek, de ne haragudjatok, mert sajnos ezt
nem tudom másképpen megoldani, amíg az egyik kamera tölt, addig a másikkal videózunk. És úgy gondolom, hogy ez lesz a formánk, ami majdnem ugyanolyan, mint az előző, de egy kicsit mégiscsak szélesebb. Nem érzem a kockát egyáltalán, főleg ezzel a tippel, mert hát ezt nem látjátok, de nem elég keskeny hozzá, tehát ahhoz nem elég ívelt, hogy szép legyen, úgyhogy maradunk ennél. Egyébként ezért jó a porcelán, mert ezt ugye lehetne hajlítani. Yep! És akkor végre elértünk ahhoz a részhez, ahol elkezdjük a porcelánozást. Brillbirdöt használok, amikor többet körmöztem, akkor is Brillbirdös voltam, nem tudom miért nekem, lehet amúgy a design fogott meg, de a Brillbirdöt szeretem. És akkor felkeverjük a porcelánport. Eredetileg egyébként szerettem volna a franciát csinálni, de menet közben megváltozott a tervem, ugyanis azt hiszem ez az. Van ez a barnám, és valamiért most hangulatot érzek barna körömre, és amit soha, de soha nem csináltam, valami kis aranyat mellé. Talán. Aztán nem tudom, lehet, hogy nem ez lesz a vége, de emiatt, ja, meg van ilyen duokrómom, és gyönyörű, ezt nagyon-nagyon szeretem. Hát ez az a szín, tudjátok, amit mindig mondok, hogy zöld, lilával, kékkel, imádom. A nude-ot most mindenképpen el szeretném kerülni, és van még ez a két porcelánporom, ami ugye színes, nem tudom. De mivel nem szeretnék mintát, meg semmit, csak egy színűt, így azt hiszem, hogy jó lesz az átlátszó. Brillbirdnek a porcelán ecset kollekciójából a gőzöm nincs hányas számút fogom használni. Egyébként imádom a porcelán illatot, tehát már nem a porcelán illatot, hanem magát a liquidnek az illatát. Gyorsan mehet a körmömre az előkészítő folyadék, csak a saját körmömre. Ez egy rendes primer, ami most fog következni, és ez ugye nem érhet bőrhöz, úgyhogy csak nagyon-nagyon keveset teszek. Ki is húzom még az ecsetből. Ez fontos egyébként, mert megelőzi a gombásodást, és sokkal jobban tapad tőle az anyag. Ezt most megvárjuk, hogy kifehéredjem. Bemártom az ecsetemet, kihúzom belőle a felesleges likvidet, de nem mindet, ugyanis szeretném, hogy az anyagomat tudjam mozgatni. És akkor megvan igazából az első réteg. Ezt sose szoktam feltolni. Nem tudom egyébként, hogy aki porcelánozik, az hogy csinálja. Én az első, hát ilyen kis gumót sose szoktam teljesen feltolni, hanem mindig arra veszek fel egy újat, és azt kezdem el igazából beilleszgetni nagyon óvatosan. Most próbálom így szépen megcsinálni a C-ívet, ami ugye a körömnek a magassága, és igazából adja az egyensúlyát. Meg egyébként kifejezetten szeretem, hogyha szép az íve. Úgyhogy az első kész, gyorsan megcsinálom a többit is, és akkor utána formázunk. Mondtam már egyébként, hogy mennyire imádom a liquidnek az illatát. Rendesen. Á, nagyon jó. És egyébként Bence se hisztizik rá, ami meglepő. Azt mondta, hogy körömlaklemosó illata van, bár mondjuk amilyen orra van neki. Azt elfelejtettem egyébként mondani, nem tudom, vagy hát annyira egyértelműnek vettem, hogy mindenki ismeri a porcelánt, hogyha véletlen valaki nem, akkor elmondom, hogy
ez nem lámpába köt, tehát nem olyan, mint a zselé, hanem van ez a likvid, amiben itt hátul mártogatok, amit most látom, hogy ti nem is láttok. És az a lényege, hogy ez a likvid a porból csinál egy ilyen fokrémpaszta állagú anyagot, és amíg el nem párolok belőle végül is a likvid, addig ez mozgatható, és addig formázható, de nem csak úgy, hogy tudod ide-oda tologatni, hanem aki nagyon-nagyon vagány, az tud belőle virágot formázni, meg minden ilyen 3D-s mintát igazából. Úgyhogy egy nagyon-nagyon király anyag, és baromi erős, tehát sokkal-sokkal erősebb, mint a zselé. Én nagyon bírom, és egyébként Magyarországon viszonylag szerintem kevesen porcelánoznak, sokkal-sokkal elterjedtebb a zselé. Nagyon sokan nem szeretik a szagát, amúgy szerintem ez a legnagyobb oka, miért nem használják, vagy nem tudom. Készen van az egyik kezem, és azt, hogy megkötötte, azt egy fa pálcával, ecsettel, vagy bármivel tudjátok megállapítani, hogyha végig ezt a hangot halljátok, akkor jó. Itt meg nem halljátok? 3 hours later. Egy kicsikét később. Az első kezem kész, ez ugye a jobb kezem, gondoltam, ezt megcsinálom előre, hogy lássátok, hogy körülbelül így fog kinézni. Próbáltam nagyon-nagyon vékonyan tartani a porcelánt, és akkor most jön a másik kezem, amivel még semmit nem csináltam, tehát ez teljesen a nyers anyag, ahogy ugye rápakoltam. És arra gondoltam, hogy egy ujjamat meg fogom mutatni, így végig beszélve, hogy mit csinálok. Utána pedig gyorsításba fogjátok látni a történéseket. Nem szeretek túl erős reszelővel reszelni, legalábbis ilyenkor biztosan nem, úgyhogy egy 180x180-as reszelőt vettem elő, és az első lépés, amit én szoktam csinálni, az mindig az, hogy az oldalát megigazítom, hogyha véletlen hozzáragadt a bőrömhöz, akkor azt is megigazítom, és figyelek rá, hogy teljesen egyenesen reszeljek, vagy legalábbis próbálok arra figyelni, tehát így, nem így, nem így, egyenesen. Ezt mind a két oldalt megcsinálom. Utána szoktam megcsinálni azt a részt, ami ugye a körömágyamhoz a legközelebb esik. Ezt nagyon óvatosan, nagyon szépen egyenletesre lereszelem. És utána, hogyha ezzel megvagyok, akkor elkezdem ezt az ívrészt megcsinálni. Megigazítom a végét, hogy teljesen egyenes legyen, és utána jön az, hogy egy kicsit rámegyek a formájára is. És akkor így minden után körülbelül így néz ki egy köröm. És akkor most kicsit felgyorsítom a dolgokat, hogy azért ti se unatkozzatok. Belóg Bence, éppen kávézok. Készen van a reszelés, viszont ilyenkor szoktam még annyit csinálni, hogy vannak ilyen kisebb csiszolófejeim, meg itt van ez is, és alulról meg szoktam reszelni. Attól függ, hogy mennyire folyt be esetleg a porcelán, vagy nem érzem úgy, hogy megfelelő az íve, vagy bármi ilyesmi, és ilyenkor alulról megigazítom, úgyhogy most ez jön. Mondjuk kezdem ezen. Haha, csak nem mutatom. Tehát, hogy így szépen elkezdek ívet vágni bele végül is. És
és elkezdem addig vékonyítgatni, amíg úgy nem látom, hogy megfelelő. Hogy? Látjátok? Például ehhez képest azért jobban néz ki. Úgyhogy most ezt csináljuk meg gyors az összes ujjacskámon. Szóval arra a következtetésre jutottam, hogy mivel azért még 2 hétig ezzel a körömmel kell élnem, maradok ennél a barna-arany kombónál, soha az életben nem volt még ilyen körmöm, soha nem is hittem, hogy lesz ilyen körmöm, de valamiért most ezt a kis barna vibe-ot érzem, úgyhogy jöhet a szín, fókusz az nincsen. Itt van a szuper kis LED lámpám, amit viccen kívül egyébként imádok. 1 percre rakod be a körmöd, bármi van rajta, csontszárazra megköt. Most amúgy egy kis ízelítőt kaptok belőle, hogy mekkora káosz van mindig, amikor videózok az asztalon. Valahogy le kellene ezt venni úgy, hogy ne legyen mindenem olyan. Ez az arany, ez szép amúgy. Az biztos, hogy az összes körmömön lesz ez a szín. Úristen, remélem fogom szeretni. És ilyenkor szeretem berakni pár másodpercbe lámpába, igazából egy ilyen 5-10 másodperc attól függ, hogy egy kicsit átkössön, csak annyira, hogy amíg kifestem a többit, addig a szín a köröm szélén igazából ne kezdjen el összehúzódni, és ne kezdjen becsúszni. Lehet amúgy csak paranoiás vagyok, vagy hülye, de nekem ez így megnyugtató, hogy biztosan nem lesz vele semmi. Réteggel később. Imádom! Nem volt mellélövés. Nagyon brutál ez a szín. Nagyon-nagyon tetszik. Azt se tudom, hogy akarok-e rá aranyat. Nagyon vad. Megcsinálom gyorsan a másik kezemen is az alapszint, és utána kitaláljuk, hogy szeretnék-e aranyat vagy sem. Ez ugye, ez a brush and go, ez olyan, hogy fixálásmentes, tehát nem kell most lefixáljam, nem ragadok bele semmibe, úgyhogy megcsinálom gyorsan a másik kezem, és folytatjuk. Na és akkor azt hiszem, hogy eljött az igazság pillanata, amikor kiderül, hogy én ezt tényleg akarom, vagy sem. És ezen a kezemen arra gondoltam, hogy ezen a két ujjamon lesz. A jobb kezemen szeretem, hogyha a mutató és gyűrűs ujjamon van, és a bal kezemen most akkor ezen meg ezen lesz. Ide nem akarok rakni, mert az talán egy kicsit túl sok arany lenne, tehát még azért barátkozok vele. Úgyhogy... nem... Nem. Tehát ez azért. Na de akkor most mi legyen? Fúj, ez nem szép, te jó ég! Újra tervezés. Az egész történetnek a vége az lett, hogy nem tettem semmilyen csillámot rá. Bence egyébként hazaért, úgyhogy ha van kedved, akkor majd ide jöhetnél beköszönni. Azt mondta, hogy ez nem tetszik neki, és amúgy azért kérdeztem meg, mert nekem se tetszett. Úgyhogy most marad így, hogyha valamit menet közben úgy érzem, hogy szeretnék változtatni, akkor azt majd Insta story-ban mutatom. Hosszú menet volt, nem biztos, hogy fogom újra csinálni, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést az új videókról. Hello! Jaj, kiabáltam szerintem. És kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Hétfőn találkozunk. Sziasztok!